Még 2011-ben kezdődött a Kisvárdai Felsőszabolcsi Kórház bővítése. Egy nyertes pályázat után több mint 3,5 milliárd forintot költött a beruházásra az intézmény, közölte az új épületszárny átadóján a kórház igazgatója. Műtőblokkot, központi sterilizálót és intenzív osztályt alakítottak ki, valamint az ezekhez szükséges eszközöket is beszerezték. A kórházban emellett energetikai fejlesztések is megvalósultak. Teljes 100%-os Európai Unió, illetve Magyar Állam támogatásával 1200 darab napelem cella, fotovolasztikus rendszer fejlesztésével 300 kV amperes napelem kiserőmű épült a kórházba, október 19-ig óta termeli az áramot. Ezen kívül sikerült keopos pályázatok három részébe, különböző digitális radiológiát, folyamatban van a CT és az MR berendezések cseréje, valamint a lakosság számára ismét egy örömhír, a borzalmas, régi, elavult tüdőgondozó rendszernek a felújítása és oda is modern digitalizált röntgenberendezéseknek a megvalósítása fog történni. Az ünnepségen Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter kiemelte, a kisvárdai intézmény egyike azoknak a kevés hazai kórházaknak, amelyek nyereségesen üzemelnek. A kormány az ehhez hasonló egészségügyi fejlesztésekre több 10 milliárd forintot fordított az elmúlt években. Nagyon sok rendszerből jönnek össze ezek a pénzek, például a fejlesztési minisztérium KEOP forrásból a energiahatékonysági eszközfejlesztésbe komoly összegeket, több 10 milliárd forintot költ most el, de az EMMI minisztérium a TIOP forrásból szintén több milliárd forintot, több 10 milliárd forintot elkölt. Tehát azt gondolom, hogy jó úton járunk, a kórházaink fejlődnek, reméljük ezt a betegek is észre fogják venni. Az új részleget a napokban vették használatba. A felújítás során lecserélt több 10 éves eszközök a zsúfoltság enyhítését és a szakmai színvonal megőrzését szolgálják.